A nyaralási szezon elején járunk, egyre többen foglalják le már most későbbi utazásaikat. Debrecenből például már nem lehet Bulgáriába repülni, egész nyárra megteltek a járatok. Az utazási irodák azt mondják, akár közvetlenül az indulás előtt online néhány perc alatt is köthető utasbiztosítás, aminek a díja töredéke az utazás költségeihez mérve, viszont akár életet is menthet. Ezen nem szabad spórolni a kedves utasoknak. Naponta 500 forintba kerül a biztosítás, a legkedvezőbb díjtétel, gyerekeknek pedig ennek a fele. Minimális összegről van szó, viszont ha baj van, ha külföldön bajba kerül az utas, akkor nem fizeti meg senki a kárát, az orvosi költségeit, így viszont a biztosító társaságok mindent fizetnek. A sürgősségi betegellátásra az Európai Unión belül egy állami egészségbiztosítási kártya is segítséget nyújthat. Ez az Európai Egészségbiztosítási Kártya egy olyan okmány, amely a Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek ideiglenes külföldi más uniós országban való tartózkodása esetén az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére nyújt lehetőséget. Méghozzá ugyanolyan feltételekkel, mint az adott országnak a biztosítással rendelkező személyei részére. Az EU-s kártya ingyenesen igényelhető és 3 évig érvényes az unió tagállamaiban. Akinek nincs ilyen kártyája, de sürgősségi ellátásra szorult, az utólag is kezdeményezheti költségei visszatérítését.